Csácsó mi csöltészt a csokoládé és traktorkerék üdv a csatornán. Keeper jelentkezik következő csodálatos SnowRunnerrel. Szerda este van, vagy estének lehet nevezni, csütörtök hajnal van, hajnali kettő. 3 óra múlva menni fogok dolgozni, de annyira rá vagyok függve erre a játékra, hogy így feküdtem az agyba, és kell bevel egy részt csinálnom, mert nagyon-nagyon érdekel. Előző rész egy kicsit megalázó volt számomra, hogy kapásból így lekotkodáltam abba a tónak a közepén, visszaugrottam a járműveket, és úgy gondoltam, hogy más irányt vett majd, vagy vesz majd a kalandunk. Nem csak, hogy én gondoltam így, hanem igazából ti is írtátok, hogy nagy hülyeséget csináltam. Ezért egy kicsit túl átgondoltam a helyzetünket, és úgy gondoltam, hogy megfogadom csodálatos tanácsotokat, hogy érdemes lenne még, mindjárt mutatom, hogy mit. Várja, ezt visszavonom, így. Eljövünk erre. És meg fogjátok látni, hogy többek között miért jövünk erre. Várj, itt. Eddig, itt van valami, valami a szívem még. Jó, oké. Hagyd abba a Keeper, nyugodjál meg. Ja, Global Map. Ugye mi egy vagyunk. Ez a Black River nevű mapon. És viszont ezeket ugye fel kellene szabadítani, mert írtátok, hogy itt van még egy csomó jármű, és jó lenne, hogyha valamit kezdeném magad, de mert így nem sok értelme van csinálni a dolgokat. Ugye? Úgyhogy induljunk neki. Érdekesen mutatta a poddokat a dolog. Ezzel megyek. Írtátok, hogy nyugodtan használhatom a DLC-s járműveket, nincsen semmi gond, mert nem csitesek, de most ugye egy kicsit ilyen gyors és dinamikus gameplayt szeretnék készíteni. Nehogy már megint felborított, te szerencsétlen. Komolyan mondom, hogyha minden egyes alkalommal, amikor kijövök a garázsba, itt felborítom, megőrülök. Egyébként tök jó, hogy rajta marad az addon a hátuljár, ami éppen ugye felszerelt. Nem az, hogy mindig újra kell raknod. A Speed Tires-ben volt az, hogy gyakorlatilag minden, ugye, mondjuk az nem is ilyen story orientált játékmenettel rendelkezett, de ott ugye mindig az volt, hogy mindig fölpakoltad azt, amit akartál, indultál. Igazából az nem egy összefüggő kórhány sztorival rendelkezett, meg igazából sztorival ez sem rendelkezik, de a játékmenet szempontjából mondható sztorinak az, hogy gyakorlatilag gazdálkodsz pénzzel és járművekkel, ez egy hatalmas erőlépés az Spin Tires-hoz képest, ahol gyakorlatilag pályákat csináltál meg. De egyébként hogy keresztbe megy ez a gép, hallod? Nincs bekapcsolva az összkerekünk. Rendesen tolja a seggét a verta. Olyan, így nézd meg. Ugye, meg ez az offroad kerék. Ez, ez az offroad kerék, ez az aszfalton nem nagyon szereti, és tényleg keresztbe hosszába tolja. De nagyon nem akarok, mondjuk most itt egy összkereket kapcsolok, ne álljunk bele a sárba. Gyerekek. Azt a betyár. Ez tök jó. Egyébként írta valaki, hogy a Scout 800 vagy 900-as, ami volt, az az International gyártmányú Scout, az tök jobb volt, mint ez, csak még nem volt hozzá meg minden fejlesztésem. Hát de ugye ezeket még újra tudom vásárolni, nem tudom mennyit bukok rajta, hogy mennyivel olcsóbban tudom eladni a dolgokat, mint hogy megveszem. Ugyanannyi áron el, vagy bukok rajta, vagy ez hogy működik, de nem tudom, majd valószínű, hogy fogunk vele. Fogunk kipróbálni természetesen rengeteg járművet, meg a játékban lévő összes járművet valószínű. Elvileg fel tudom állítani magam, hogyha felborulok, ugye van ilyen elektronyos, vellanyos izé. Mi a franc az? Vellanyos valami csodánk. Úgyhogy lassan. Jó, mondom, hogy lassan, mert összetöröd magad, gyerek. Hát tankolni nem megyünk be minek, csapjuk neki, mint az őrület, de egyébként a márkolás ez nem nagyon sikerült. Mármint nem sikerült jól megjelni. Az a mi ez a zene? Azt hittem, hogy izé van. De mondjuk tényleg a kúton szólt a zene, mert azt hittem, hogy itt az autóba szólt, de nem. Csapjuk neki. Hogyha látunk izét, taskot, azt vesszük fel folyamatosan, de szeretnénk átmenni a következő michigani pályára. Úristen, mekkora lehet ez a játéktér, valahogy? Még csak egy, nem is tudom hány százalékát járhattam be, gondolom még egy ilyen 5 százalékát se. Mert ugye csak Michiganből van, vagy itt nem. Megyek tovább.
veressük neki. Az ja, ott egy Watchtower. Nem, most igazából dinamikusan rá koncentrálok erre a dologra. Várjál már, meg kellene nézni, itt mit művelt a Keeper, te Jézus Úristen, na. Ez mi? Mi volt az? Ja, az én voltam? Így mutatja, hogy autó... Ja, ott mutatja, hogy autója. Egy kicsit néha nem teljesen egyértelmű számomra. Azon agyalok, hogy itt van egy ilyen leizé, nem? Ilyen lezárás, úgyhogy lehet, hogy itt el kéne mennem erre. Így, és akkor így átmenni. És tényleg arra akarok már koncentrálni, hogy menjünk át a következő pályára, jó? Na, nem problém. Remélem, hogy nem nagyon problém. Jártunk erre már egyébként. Köcsém. Nagyon vigyázkodni nagyon nem lehet állandó a játékba, rá kell, hogy jöjjek, mert az ember azt hiszi, hogy huha, vegyek mind az őrült, aztán egy sár azért szépen meg tudja állítani az ember. Ja, itt valószínűleg ugye ezeket az utakat ugye fel kellene majd oldanom, csak mondtátok, hogy csinálják egy ilyen fölfölözős videót. Nézzük már meg a másik pályát. Nem is láttam még a másik pályát, gyerekek. Ugye nagyon érdekel, hogy milyen pályák van lehet még ebben a játékban. Na, próbáljuk meg nem belevinni a sárba. Egyébként itt is, látod, megpróbálhatod azt, hogy inkább vizes legyen a gumi, mint hogy a nagy sárba belemenjünk, de majdnem sikerült beleborítanom a vízbe. Ja, kíváncsi lennék egyébként, nem tudom, lehet írtátok-e, hogy... Ja. Hát nem, törtem magam, hogy új CPU legyen és jobban fusson a játék, de nem mondtátok, hogy szebb lett a grafika. Egyébként tök nem vesz észre, hogyha így elvagy a játékba. Akkor idegesít, amikor állítottad a grafikát, és akkor úgy nagyon látod, hogy a francba, az a sár az egy kicsit olyan rosszabb minőségű lett, vagy jobb minőségű, de aztán amikor meg elkezdesz játszani vele, akkor meg annyira leszarod, nem? Legalábbis én úgy szoktam lenni vele. Tényleg az akkor idegesítő, amikor állítottad, meg amikor határon vagy épp vagyok. Na, erre kíváncsi vagyok itt, hogy tudok átjönni? Gét, oké, és akkor... Jaj, tök jó, átmentünk a másik helyre. Ez meg a Keepernek a csatorna indexképe, itt van kint a 4-es most. Jaj, Michigan, ez a Smithville Dam, ez egy gát. Mi ez, van ilyen videó is? Annyira igényes ez a játék, hogy rohagy meg. Meg annyira drága. Ennyi volt, mondom, hogy milyen jó izé. Milyen jó. Na, nézzünk egy mapot. Dík, ez mi? Mi ez a Service Hub? Service Hub, itt javítani tudsz. Ez mi az, hogy alkatrészek? Úristen. Jézus Mária. Na várjátok, hát akkor figyelj, Watchtower 1, elindulás! Ja mi van itt, aszfaltos utak vannak? Strádán köközlekedni. Tényleg lehet, hogy vannak olyan mapok is, ahol túlnyomó részt ugye aszfaltos út van oda, meg lehet, hogy tök jók az utcai verdek, nem? Sőt, még lehet, hogy jobbak, mint az offroad verdek. Micsoda dolgok vannak itt, gyerekek. Nem tudom, elmegyünk egyet erre, aztán mi meglássuk, hogy mi a szituáció. Micsoda izeik vannak, tényleg aszfaltos utak erre. Egyébként ugye az írtátok, hogy van sztori, elvileg árvíz volt. Azért van itt leszakadva, meg összetörve minden, az ég ott a világon. Itt mi van? Most eljöttem a Service Hub-ra. Várj, ez egy garázs, bazd. Ez nem egy garázs. Így néz ki a garázs a jövőben. Nem tudok ide bevenni és garázskodni? Bármit nem tudok bevenni a garázsba, és nem tudok ezután ide teleportálni? Ez hogy van? Nem. Pedig ilyesmi az a... Jaj! Nem bezzel. Aszfalton ecsébb, úgy csúszik ez a gép. Te bozza, itt egy garázs van. Hallod, itt van egy garázs! Ezek után ide el tudok teleportálni? Aha. Garázs Discovered. De jó, gyerekek, és akkor legalább megjavítottad a verdám, amilyen hülye voltam, ugye? Na, figyulj, figyulj, na, mi gyula. És
tudom, filózok, megmondom Frankót, hogy lehet, hogy ki kellene hozni egy DLC-s járműt, de most ez annyira tetszik az a jármű, meg ez, rá vagyok erre függve. Na, spacok, akkor... Akkor... Jó, és akkor mehetnénk... Ezt visszavonom, és akkor fölmegyünk itt valahogy, nem? És akkor a következő, az meg valószínűleg megy tovább út. Így, csapassuk, neki csapassuk. Úristenem, hallod, ez a játék, ez nem kicsi. Jelenben nagy. Viszont ez a játék megint olyan, hogy ilyen, mindig arra gondolok egyébként, nem tudom miért, de milyen játékot vinnék, hogyha egy lakatlan szigetre kerülnék. Hát ez is az a kategória egyébként, ez a nagyon-nagyon sok játékidőt be tud szölni. Easyfake. Egyébként ilyenkor beteszem lóba. Akkor van motorfékünk? Aha, szerintem ilyenkor van. Ez viszont egy hasznos dolog. Az egy viszont egy hasznos dolog, látod? Ilyenkor lefele nem csak a kéziféket tudsz operálni, ugye nagyon rájött a kipörmi, hanem ugye okosba tudsz menni lóba. Azt a betyá! Hát ez nem is volt nagy csattanás. Remélem, ilyen helyeket nem kell szállítanom semmit. Gyerekek, én nekiállok itt szállítani, ha biztos ízeljelzik. Agyér görcsöt kapunk itt, megőrülünk. Na és akkor most itt merre? Arra? Hogy láttam egy izét, egy tornyot itt jobb oldalt, vagy bal oldalt is, nem? Hoppá, mekkora sár van, figyelj! Akkor ilyen csillogó sötét, akkor biztos szivatás van. Nem. Jó, itt a vastóver. Együttünk. És akkor... Ilyen, miért megnézi? Itt is ilyen kőomlás. Ott egy upgrade, figyeld el! Ott egy upgrade. Ott egy last trailer, azt az upgrade-et meg kéne nézni. Éhes munkások, te Jézus Mária Mori. Ide nem kell mennünk, mert az úgy látom, de mondjuk ott... Melyik van a legközelebb? Az upgrade-hez el kéne menni, és utána a Watch Tower-hez. Mit szólsz hozzá? Upgrade-et feszedjük. Nya, csapjuk neki. Ó, hajrá! Itt azért már kezd izérni, sár, nem? Meg víz. Nem fogok... Ha izért fel kellett volna raknom azt a... beszívó valamit. Hungry workers! Így fel tudod unlock, vagy izérni ezeket a... ezeket az objektíveket. De a taskokat neked kell felvenni. Jó. Hogyha tényleg hülyeséget mondok, javítsatok ki nyugodtan. Sőt... Kérem, hogy idejétek. Valaki írta pont az előző részben, de arra úgy nevedet nem jegyeztem meg, hogy írta csomó mindent, és írta, hogy ez nem kötekedni akar, vagy valami, hanem kritika. De hát örülök neki, komolyan. Egyébként azt veszem észre, hogy ebbe a sorozatba a nézők, azok idősebbek. Hogy a farmingot inkább fiatalabbak nézők, itt idősebbek és ilyen komolyabbak. Menjünk már ebben a nagy sárba, hallod, de nincs offroad gumi, normális, meg minden, úgy jó lenne. Mondom, egy ilyen scout-tal, amikor már ki van maxolva, akkor azért lehet veretni rendesen. Nagyobb sárval is. Ja, BTR-t mondtátok, hogy scout-nak nagyon jó. Hát ezt gondolom. Ezt így el tudom képzelni. Na most itt merre? Ott arra. Jaj. Úristen, mi van itt, te hallod? Itt van az a task, nem, hogy a DS munkások, meg nem jól emlékszem. Vagyis objectives. Vannak ilyen táblák egyébként kirag, hogy erre van a garázs, arra van ez, az. Mi az a fehér ott? Az mi az? Itt balra. Szóval egy grafikai hiba? Egy vizesés? Érdekesen néz ki, nem? Itt balra van valami fehér, azt gondolom talán vizesés? Olyan, mint valami bug, mintha nem lenne textúra valami. Na itt azt föl kell imádkoznom magam? De ez jó lesz. Gondolom egyre nehezebbek lesznek elérhető... Ejjjj!
egyre nehezebben lesznek elérhetők ezek a különböző dolgok. Vagy nyomjuk egy lót, azért az sokat tud segíteni a helyzetem. Nem pörgetjük szorra a verdát, de egyébként alszok a verdába, akkor gondolom fogja be az üzemanyag, legalábbis Sprintires-be úgy volt. Mondom, azt a hagyományt ezt okosba követjük. Te, ja, erre kell nekem jönni, ez komoly. Felező 3-as fokozata. Jó lesz, ezt megközelítsük, jó van. És ugye innen ki is köbben, hogy mennem. Így beástuk magunkat. Gyerekek, én nem tudom, hogy tud merek-e adni a verdába. Max akkor garázsba ugratás lesz, mert ugye most már felfedeztük itt is a garázst. Öcsém, mi van, mik ezek a nagy sziklák, hallod, nagyobb, mint a kocsi. És utálom a sziklákat, mind a izébe is utáltam. A régebbi úgy, részekben, mert akkor egy szívás az egész. Beszorul a verdala. Mindjárt alszok egyet, komolyan mondom. Na ja, nyomunk egy F-et. És így felburítom magam, megőrülök akkor. Hallod, mekkora? Ilyen a... Idejé bazza, hogy mindig kispolsz ki akkor a szikla. Na végre. Ja, hello, hello, megjöttem. Mi van itt? Itt van egy ilyen amerikai rendőre úton. Na, milyen upgrade volt ez? V644-es motor, mibe? Ebbe. De hát az nálam nekem nagyobb van. Scoot 800-ból meg a Ford F. Van Ford F750-ünk? Vagyis lesz? Jaj, jaj, annak nagyon örül az ember. Az azért nagy az, az imádja van a Ford 750-t. Ja, azt ugye majd mindjárt mondok erről egy sztorit. Mit akartam csinálni? Ja, most már alszok mindenképpen egyet. És akkor fogyott a üzemanyag? Nem, nem fogyott, nem? Valami sem nem veszem észre. Nézzük meg a izét, mapot. Hogy érdemes-e visszaugratni egyébként garázsba, de nem érdemes, mert inkább akkor lejövünk erre, eljövünk. Erre valahol, azt nem tudom, hogy de oda. Ja, azt tudjátok, hogy a, ugye a Ford 250-es, vagy nem, az F-150-es, ami Magyarországon ugye kapható is, meg ugye annak a verziója van a Raptor például, azt nagyon sok ismerősen például ugye nem tud, tehát ti azért gondolom tudjátok, főleg mivel, hogyha foglalkoztok ilyen játékokkal, már innen megismeritek. Nagyon sok ismerősen, oj, mekkora, fú, mekkora autó, meg minden. Hát mondom, figyelj, az a legkisebb kategória Amerikában, mondom, az ilyen házi asszonyok azzal járnak a Tesco-ba, persze nem Tesco-ba, hanem mondjuk a Walmart-ba, de... És akkor mondtak, hogy hú, tényleg? Mondom, persze, csak a többit azt egyszerűen nem tudják beengedni Magyarországra, mert akkora. Ugye ott már a hetes kategória, azt hiszem, vagy a hatos is már, az már terrorautó egyébként. De hát az ilyen, nem tudom, a 350-es is, meg azok is már ilyen akkorák, hogy ugye Magyarországon egyszerűen nem tudsz vele. Nem. Európai utakra nem tervezett. Hát a 750-es egyébként, azt is ugye pick-up kivitelben is ilyen extrém őrülteknek csinálják. Itt mit arra? Ilyen Jézus Isten. Ez most komoly. Ha figyelj, itt valami alternatívát kellene találnunk. Menjünk inkább ezen a földre, lehet, hogy jobban járunk, nem? Hogy? Ne bontom ezt a időt. Bocsánat. Nem láttak a csámat. Összeszedem mind az ilyen régi amerikai filmben a műzőket, parkolóórákat tudod. Hát ez lehet, hogy nem volt jó ötlet. Jó, hát szerintem jobb, mint az aratsár, várj, itt meg kimegyünk. Tök jó, hogy rombolható a környezet, imádom. Most úgy utálom a farmingban, nem? Hogy az utolsó kerítés dróton is fönnakad a járművet, nem? Na gyerekek, és itt vannak akkor az ilyes munkások? Vagy mi van bár? Mi a szar? Merre? Hű, de dezső, 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 dezső. Itt akkor elmegyünk ezen az úton, visszavonjuk az összeset, elmegyünk erre, valószínűleg itt kell menni. Ugye? Olé! Autóra fáj a fogam egyébként, kocsira fáj a fogam, hogy valami jó verdát találunk-e, és azt eladjuk. Nem akarok a DLC-s járművekhez nyúlni, és akkor az izére egyébként azt kellene megszereznem, amit írtátok, hogy az a P-Star? P-Star arra, na, azt nagyon élném.
az merre kell itt végigmenni? Itt van ahova? Én nagyon kíváncsi vagyok, a többi más égövben lehet autózni, mit tudom, egy sivatag vagy valami, bár mondjuk a sár az nem valószínű, hogy nagyon fele lehet egy sivatagba. De hát a homok az hasonló tulajdonságokkal, a Spindyhouse-ban is csináltak ugye olyan mapot, ami sivatagi volt, és gyakorlatilag annyi, hogy áttextúrázott sár volt, aztán a mindjárt homoknak minősült. Na bazze. Átmegyünk itt a időn, azt itt középen megtekintjük. Mekkora fák vannak itt gyerekek, kivágnám meg szívesebben. Kicsit furcsa, amikor kétfajta játékba játszasz egyszerre, aztán így állandóan mindig azon járod azt, hogy kivágd a fákat, meg ilyen hülyeségeket. Jöjj, bazze, van itt már minden, hogy sem minden. Bocsó, itt egy upgrade. Az nincsen közel. Jó lenne egyébként, ha írnám, hogy hol van, nem? Vagy hogy milyen fajta. Itt van az idő, a guard. Öcsém, mennyi idő van, mennyi küldetés, te Jézus Mária, Jézus. Jézus Isten, figyelj, el kell jönni itt, nem tudom, itt el lehet, ugye? Hát, így. Fölmegyünk, lemegyünk, elmegyünk a upgrade-ért, és akkor utána, hát visszajövünk, és akkor megyünk a Tauranyhoz, jó? Ez lesz itt a program. Egyébként komolyan mondom, nem, valahogy most nem mondom, hogy olyan marha jó haladunk, mert azért vannak bajok. Meg ugye nem is az, hogy vannak bajok, hanem ugye elveszett a keeper. És jó, hogyha írtok segítséget. Ha, figyelj, nem írnátok segítséget, én olyan elveszettnek érezném magam ebben a játékban, mint az állat. Azt meg nem akarom, hogy ilyen videókat nézek róla, az meg túl spoiler, tudod, nem? Mi barátaim az úrban? Mi van itt? Egyébként bírom ezt a sevit. Nem tudom ki, hogy van vele, de eddig még azért nagyon nem okozott neki semmi problémát. Meg olyan jó dinamikus. Meg ugye még azért... De mondjuk a legnagyobb motort megszereztük bele elég hamar, ugye. De az elég nagy könnyítés, hogy a legelső pályán megszereded ebbe a legnagyobb motort. Akkor mi értelme a későbbi pályákra berakni a kisebb motorokat? Ki... Gondolom semmi értelme nincs használni kisebb motort, nem? És mind, kisebb dinamikával rendelkezzél? Hát mi értelme lenne? Úristen, mekkora foly, üzei, tau van itten. Tau van itten, éj! Itt vannak a sok pecás. Ilyen izé játékból itten ülök a parton, vannak ilyen horgászjáték, vágjátok. Egyszer néztem ilyen streamet, nem is tudom. Taikától, vagy nem is tudom kit, hogy belenéztem. Azt így izét. Üt a tóparton, aztán horgászott. What the fuck? Mi azt mondom, mit csinálsz, ember? Ilyen néztem, aztán jó, de jó, fogtam 3 kiló. LOL, mondom, ne viccelj. Jó, én értem, hogy valaki szeret horgászni. Mondjuk, én nem úgyis nagyon vagyok horgász típus, meg de hát gondolom sokan horgásztak, de azért egy játékba ülni a parton aztán horgászni, azt nem tudom. Valahogy még egy offroad játék azért az úgy érdekesebb. Nem, hogy több interakció van, nem csak az, hogy bedobom a botot, aztán várok. Várok, érted? Ez olyan, nem is tudom, nem? Bedobom a botot, vagy a csalit, vagy nem tudom, minek nevezik, horgot, csalival, meg minden szereléket, ugye? Az a hivatalos megnevezés. Bedobod, azt a vársz. Játékba, érted? Tau, nézed. Még mozogni se lehet. Mármint tényleg ám. Úgy nem az, hogy így közlekedsz, azt kiva... Hülyecsém. Na, most volt a jó dolog, hogy van nekünk ilyen csoda csörlőnk ám. Jó, hogy írtátok mi. Tudjuk, ez nem olyan erős, de legalább van. Öcsém, a Spintyhouse-ban ilyen köldónál a keepernek. És ez csak scoutokra lehet? Gondolom, igen. Hallod, ez mekkora király? Mi kicsit... Jó, a baloldali ablakon nem kell kinézni. Kicsit lefosta a gólya. De hát azért jó van. Ilyen izé, nem is tudom, ilyen... Mint a gyűrűk urákban voltak ezek a nagy elefántok, ilyen oldalba fosta, körülbelül olyan, úgy néz ki. És hogy nézünk, várja, hogy néz ki belőle, álljál meg. Jó. Kicsit tényleg ilyen, gyűrűk ura elefánt így oldalba fosta. Igen, és ugye nem tudsz mozogni a tóparton, hanem egy helyre ide lerak a játék. Aztán érted, ott látod a vizet. Előtted... Aztán csá, ennyi. Nem történik semmi, ilyen... Nincs semmilyen
nincs ráhatásod, hogy hova mész, vagy ilyesmi. Szóval már tudsz ülni másik helyre. Úgy te gyerek! Az a baj, mindenhol nem lenne jó felborulni, mert ha nincsen izénk, nincsen fa környéken, akkor van baj. Egyébként megérkeztünk ám, meggyüttünk, csak a keeper próbál ki evickéni. Na, itt lesz a felborulás, mi? Most már gondoljátok. De hogyha megfelelően dinamikusan fordulok balra, miközben zuhanok lefele, akkor... Akkor nem borul... Jó, egyébként most lehet, hogy milyenek néztek, de ez itt terveztem, hogy gyorsan megyek, aztán... Te előbb még oda menjek bele, nem elég bajom van. Nem elég bajom van, még oda menjek bele. Nya, what the fucker? Szóval és ezt tudom, hogy mi, ez Flatstar-nak a motorja, megismerem. Esküszöm. Ez az SI6V2380, figyeljetek meg. Ez a Flatstar-nak a motorja. Nem. Valóban, hogy örültek itt. Nye, hát akkor nye, hogy nye máj, menjünk ki a... Ide, rétre, így. Aztán gyűjt a következő felszabadító. Szabadítsuk föl Willit. A gomba, ott a nagy gomba, vargánya mekkora. Ezt kéne megállni, föszedni. De várjátok, megint ezt kerüljük ki valahogy, mert ez a nagy vez, az nekem nem tetszik, az a nagy vez. Hallod, majdnem fölült a keeper, mi? A izébe. Jó, van, ja, nyomjad neki! Nyomlad. Mert a mély sárra vannak problémák. Egy ilyen nagy monster truck lenne jó. Jó gyerekek, a izét ki kell törölnem, az MTZ bennmaradt, mint mod. Meg is vásárolható, azt kitörülöm majd, mert nehogy elveszten a mentésem. Az azért, hogy besírnék rajt. Na mi van? Ez az autóvincs is egyébként tök jól működik. Mit csináltál? Kifogyott az üzemanyag? What? Ne szórakozzál. Ez föl nem fogható, mi történt? De várjál. Nincsen idejem. What? Egyébként mi az a hang? Rágnak a mókusok valahol. Hallod? Kifogyott az üzemanyag, mit röghettetek ti? Ezt már régen láttátok, mert miért nem szóltatok, gyerekek? Hallod? Kifogyott az üzemanyag. Tudjátok mit? Csak azért, hogy... Van egy ötletem. Esküszöm, van egy ötletem. Csak azon mindig ezt nyomok. Nyomunk egy recovert, oké. Okay. Truck store, nem a store-ba, a storage-be, van nekünk ugye ezek. És arra gondoltam, hogy próbáljuk ki már őket. Mondtátok, hogy oké, ha nem is használom, de azért próbáljuk ki. Nyomjunk neki egy kis izét, nem? Próbáljuk ki. Ez ugye egy... az. Na nézze. Vannak rajta érdekes kerekek, ez szerintem mindenbe is elmegy. Kicsit ilyen, nem is tudom, minek nevezik ezek a polára, vagy nem is tudom milyen kerekeknek. És hívják. Sebessége az nem a legnagyobb, egyébként valami kannak nevezik, én ugaznak nézem, akárhogy is. Mondom, lehet, hogy valami olyan, mint a izé. Van ám fékú. Ugye olyan, mint a AMG biztos a gamer színe. Ez kann. Oké, viszont ha már egyszer eljött, jó messze eltávolodtunk onnan. Egyébként nem is annyira. Ez a durva, hogy bazen itt nem is olyan sokat mentünk. Agyarok rajt. Figyelj, itt levetnék szembe, és akkor átmegyek ide. Nem? Ezt akkor felszabadítjuk azt. Menjünk a közelebbihez. Na, kipróbáljuk, mit tud ez. Lehet difizárat is gírbe neki. Összkerék van. Egyébként ez szerintem a sarat azt nagyon szereti. Mármint bírja. Ez ekkora gumikkal, hát nem hogy... Szerintem nem, hogy nem elrúg, hanem első súlyjegy. Akkor a pocskerekkel. Egyébként ez... Iha. És elég stabilnak tűnik, mármint így pattog össze-vissza, de nem tűnik olyan barulékonynak. Hát ott, olyan, mint hogy kicsit oda lenne tapadva a földhöz, olyan fura. Ügyöcsém. Ezek a nagy külyek, ezek... Tudnak meglepetést okozni. Milyen pici, nincs olyan pici felni. Van vagy talán 13-as körüli, vagy nem tudom mekkora lehet. De hatalmas gumikkal. Ugye úgy lehet megoldani leginkább ezt a... Várjál ma... ballonos gumi dolgot.
minél balansabb gumit, vagy ugye minél kisebb felét raksz. Ja, nekem ez egy kicsit olyan... Látod, ez a DLC gép azért ez elég jó gép, ha most nem tudom, hogy ilyen nagyobb sárba is belemész, figyel. Látod, olyan nekem, ez egy olyan kicsit túl jónak tűnik. Erre kéne menni. Azt nézem ám egyébként, hogy mi a szar van itt egyébként. Hű, de nem jó fele, megyek, köcsém. De menjünk már oldalra. Jó lenne az úton közlekedni, nem össze-vissza. Jó, nekem egy kicsit olyan... Jó, nem csites, nem azt mondom, mert ez valószínűleg ezekkel a kerekekkel egy ilyen jármű az ezt produkálna. Csak ugye megkapom ezt, és nem akarom, hogy megkapjam. Meg ott van az a 88-os krátraszerűség, amelyik ugye volt. Volt még. Hol van már az az út? Itt van, ez az út, jó. Jó, nem egyszerű megtalálni egy ilyen utat. Az a 88-os tátrájára hajazó bandit, ami még DLC gép, ugye. Jó, nekik oké, hogy hogy mondtátok, hogy nem olyan erős az, de hát akkor is egy 88-as jármű. Na itt meg mi van ma? Ezért van. Van Helsing, nagyon ködös, ködös Albion van. Meg jó, úgy látom, hogy jó magas volt egy szív, default, meg se néztem, hogy van-e valami upgrade rá. Oda kell följutni, oda ott van a, fönn a tetőn. Úgy gyerekek, ez nincs is olyan közel még oda né. Ide át kéne bankkardni magunkat, és akkor ott fönn a, ott föl lehet jutni. Nya, menjünk, adjál neki. Honos figyel. Miért nem indult el? Nyomtam az előre gombot, nem akart menni. De nem is rúgott szerintem, már mondjuk lehet pont azok elég rúgott, amelyiket nem láttuk. Na, csapjuk neki. Ja! Hát igen, olyan kicsit könnyűnek érzem ezzel a felszabadítást. Pedig még ugye a diffizárat még nem is kapcsoltam, mondjuk jó van ez, bár ott a csárba nem megyek bele azért. Magamat nem akarom szivatni. Ja, elég jó, hogy... A sebessége talán kicsit kisebb, mint a Chevy-nek, mivel abban azért benne az a nagy motor. 5-2 vagy mekkora motor. Viszont terepjáró képességei ennek biztos, hogy sokkal jobbak. És itt még megpróbálhatjuk a 8x8-os tátrahajazást. Most merre? Itt végig az úton gondolom. Ha ez útnak nevezhető dolog. Meg olyan nagyon-nagyon-nagyon alacsonyan van ennek a súlypontja. Tényleg olyan, mintha szinte nem is lenne felépítmény rajt. Nem tűnik borulékonynak. A Chevy az sokkal jobban elpattog az útról. Várjál, ma is mi van itt? Öcsém, hallod? Nincs is út oda, baze. Valahogy így kellene fölmenni. Túlmentünk, nincs is út oda. Meg a fogyasztását vagyok kíváncsi, de mindjárt megnézzük. A Chevy az baze. A szegény. Egyébként egy ilyen pautot vagy valamit, amin van valami hordó, meg ilyen javítás, ezt érdemes vinni magad, ami. Gyerekek, akkor itt meg kéne próbálni fölvágtatni. Nem tudom, mennyire fog sikerülni. Lehet, hogy hálás dolog, hogy ezt a járművet hoztam magammal. Hű, baza, mi történt? Nem tudom, mert spélírtátok ezt a dudát, hogy használjam néha. Elkezdem... Írtátok, hogy néha hogy az ágakat is eltünteti. Elég furcsa ez. Mi, hogy megremegteti így a környéken? Vagy... Hogy működik? Ahogy, baza, ez föl, vígan fölfut. Mert ez a gép, ez nem rossz, ez a dugaz. Nya, nye, nye, ponyja, majd nézzük meg. M. Ott egy upgrade, ott egy upgrade. Úristen, gyerekek.
És itt van egy upgrade nem messze tőlem, azt már meg kéne néznem. Meg ott van egy izé, ott arra. Ezt még megnézem, szerintem, aztán lehet, hogy innen folytatjuk. Ezt meg valahogy így kellene megközelíteni. Ezt még megnézem, mert méne. Viszont én egy kicsit tényleg, hogyha legközelebb bevegyünk a garázsba, akkor még megpróbáljuk ezt a 88-as banditot. Aztán, igaz, valahogy be volt húzva a kézifékem, úgy mentem, mint az őrült. Jaj. Figyelzzünk, mert nincs nálunk javítás. Az a pótkerék az nem ér javításnak? Nagyon van, kíváncsi vagyok ma. De van bazd a javítás. Ez default van rajta javítás, Dick. De jó. Belső nézet, még meg se néztem, álljál meg. De jó. De jó, kopog az eső, bazd. Ez gondolom egy újabb gyármányú az. Mennyi vas van benne, mármint így a... szerintem ez már egy jóval újabb gyártmányú az, mint a régiek. Viszonylag kevés vassal. Ergonomikusabb. Jól látom, nem tudom, műanyag műszerfal már. Jó, menjünk erre. Viszont egy ilyen scoutba így belső nézetben azért lehet azért epilepsziáromat kapni. Azért bőven pattogsz az úton, megmész, mint az őrült mindenfele, úgyhogy lehet, hogy külső nézetben maradjunk csak. Ja. Hát ezt még mindenképpen föl kéne szabadítani. Ja, hát ez egy kicsit nem mondom, hogy sütés, hanem ugye a DLC miatt ugye megkapod ezt, de nekem... Na mi van, indulj meg. De eddig még diffizárat nem kapcsoltunk, és igazából mindenhol elmentünk, mind az állat. Jó, biztos vannak olyan pályaszakaszok, ahol nem annyira kajak. De hát ugye... A Sevier például egy csomó fejlesztést beleraktunk már, és még mindig nem olyan erős, mint ez, hogy jó. Ezt nézd, most például nyomom előre a gombot, és nem indul el. Ez miért csinálja? Egyszerűen egy helybe állt. Érdekes volt. Hallalalalalalala, megvan a izé. Fönn vagyunk a világ tetején, gyerekek. Oké, okay. Nézzük, mit kaptunk, micsoda csodát. Ez diffizár, ugye? Az akar lenni. GMC-hez kaptunk diffizárat, ugye? Az elvileg az. Jó, oké. Okay. Jó, folyottunk ide. Várja, nincs itt a közelben még valami? Nem bírja ki a képet. Az az upgrade, ha itt le tudnék valahol csúrogni, akkor azt az upgrade-et még könnyen meg tudnám szerezni, nem? Hát, ja, könnyen. Úgy, ahogy. Jó, megpróbálunk lecsorogni. Nem tudom, hogy ez itt menni fog-e. Szerintem, figyelj, sima liba. Mondjuk ez lehet, hogy nincsen olyan... Itt el kéne menni, úgy. Oké. Okay. Gyerekek, azt a betyár! Ó, baza. Ez jó volt. Pont időben nyomtam egy shotot, majdnem fekenődtünk erre a fára. Ó, hát ez tök jól megy. Jó volt ezt az upgrade-et még meg kell szerezni a Keepernek. Hát ezeket a DLC járműveket egyébként szerintem anyagolni fogom, akármennyire is. Azt mondjátok, hogy azért nem annyira csitesek, meg mit tudom, nem annyira nagy előnyt szereznék velük, de azért igen. De én például ezen nagyon érzem, hogy ez nagyon jó. Azért itt lehet, hogy szétkenődtem volna például a Chevy-vel, mert lehet, hogy elpattogtunk volna, meg minden. Ez micsoda? Itt egy task. Mi van itt? Ez egy jármű, és ez jó állapotban van, Dick. Mi van itt? Mi van itt? Hú, ezt megkapnám! Figyeld! Ott van, hogy mit kapok, ugye? Uh-huh. És ezt meg tudnám javítani? Várjál! Jaj, ne! Látod, ez az, amikor egy... Iha. Ez az, amikor egy...
De őt akarom javítani, akkor hogy lehet advantani rá? A D-vel meg az A-val, ha? Jó. Ja, de ehhez kellene javítás, pont egy csomó. Meg kellene, hogy 6 kerék. Aha, és akkor tudnék vele ugye tovább menni. Várjál még? Hát tudok izajönni, ülni bele? Hát se tudok ülni belé? Hát nem nagyon. Na jó, van, akkor menjünk innen, de... ja. De viszont azt a járművet, na ezt mondtátok, hogy ugye a rewardok között ott van, hogy azt a járművet meg is tudom kapni. Az behúzott kézifékeim, meg úgy megyek ám, mint az őrült hallod ez a gép. Figyelj, be van húzva, figyelj! Hallod, be van húzva a kézifék. Öcsém! Aztán nem nagyon erős ez a verpedál. Jaj, tényleg, és el is ment a pótkerekünk, látod, de jó. Baza, ilyenekre figyel, nem gondoltam volna. Na, ránézek, hogy mi a szituáció itt. Aha, itt valahol. Nem tudom, hogy lehet, hogy föl se lehet itt jutni? Azt hittem, hogy itt van út, nem láttam a fáktól, hogy nincs. Hát akkor lehet, hogy nem köfe mennem. De megpróbálkozok azért vele. Danger! Hát... megpróbáljuk, gyerekek, mert miért ne? Veszteni valók nincsen. Nem hard mode-ba játszik a Keeper. Ide csúszó. Ugye jól néz ki az a idő. Ez a hely. Próbálunk fölmenni itt. Lehet, hogy berakjuk lóba. És akkor tudom nyomni egy diffizárat. Na így az... szerintem nincs a hely, ahol ez nem menne fel. Jó kis guminyomás. Jó kicsi guminyomás, ugye? Nagy felületen tapad. Ha oda nézz egy gyerek. Ez a lóba, diffizárról. Ez gyerekek, ez mindenhol is. Szokták volt mondani, az oroszok nem járművet készítenek, hanem utakat, ugye? Várjál, valahogy nem stimmel szerintem, ahol eljól vagyok. Ugye, jól látom? LOL! Ja, itt el kéne menni jobbra. Konkrétan itt nem kell, itt mondjuk itt nem nagyon kell elmennem jobbra. De együtt be automatával, az a baj, megint nagyon fogy az üzemanyagunk, nehogy az legyen, hogy kiürülünk. Ezt nem nagyon mutatta ezt a falat, ugye? Ő, öcsém, itt hogy megyek én föl? Várjál, itt hogy megyek föl? Hát itt sehol, mert itt... menjünk följebb? Hát, ha valahol? Egyébként lehet forgatni a térképet? A térkép... de lehet, bazd. Én nem is tudtam, úristen. Valahol talán föl lehet menni, de ugye ez például nincs rajta a térképen ez a fal. Menjünk, próbáljuk meg azért. Fordulj el, barátom! Úgy, el van fordítva a kormány, képzel. Mondom, el van fordítva a kormány, akkor forduljunk is el. Na, de minek megyünk neki? Nincs is ott semmi. Ez mondjuk egy kicsit érdekes. Látod? Á, mi van? Találtam végig. Találtam egy bugot a játékban, vagyis egy... igen, hogy taladgathatok be az a fa meg a vizek között. Igen, és ott... neki megyek egy olyan dolognak, ami nincs ott. Nem olyan nagy gond igazából, csak az, hogy... ilyen apróság is... tud egy kicsit furcsa lenni. Na, itt kíváncsi vagyok, hogy itt valahol be tudok-e jutni az útra. Uöcsém! De kezd elmenni a Keepernek az esze. A hülye gyerek, hallod? Ahol jársz? Hát erről nem volt szó. Itt nem köfövednem, az biztos. Sehol, ugye? Jól látom. Sehol. Jó, hát akkor ezt benézte a Keeper nem kicsit. Úgyhogy tényleg vissza kell mennem valamára. Ez nem jött össze. De hát akkor nem is tudok átkelni, mert itt meg nem is tudok már felmenni.
ugye itt lehetne valahogy fölmenni az útra, de azt, sajnos ezt nem mutatta a map, hogy ez az épület együttes, ez ilyen. Hát gondoltam volna, hogy azért egy gátban van beton, mi? Jó, lecsúrgok, aztán körülnézünk. Jó, hát akkor ezt itt nem is kell elmenni. Hoppá, gyerekek. What the fuck történik itt a nap? Próbálok lejutni innen a domborra, hogy valami kiderüljön számunkra az árványból. Hát ezeken a köveken, ha át tudnék menni, akkor ugye a túloldalt lehetne fölkapatni. Jöcsém, azért ezt most komolyan én meg akarom próbálni. Meg hát. Ha nem én lennék, ha nem, várjál. Rakjuk be lóba. Oké. Okay. És dobjunk egy diffit. Jézus, hülye gyerek. Csak az a baj, hogyha lóba vagy, ugye akkor mindig vissza kell váltogatnod, reverse-be visz. Hoppá, hoppá. Jó. Jó. Úgy, úgy. Na gyerekek, baze, mi lesz itt ebből? Mi fog ebből kisülni szerinted? Te föl kéne először kapatnom. Na, talán. Úristen! Tényleg? Ne! Várja! Oh, yeah! De istenem! Most őszintén, ez... Ne, mi a franc? Megfogott a gyák. Mi a franc történt? Elfértem itt. Úristen! Nem bírom ki egyébként, hogy bazza nem lehet abba hagyni ezt a játékot. Ez megint az a fajta. Csak mennem bazza. Azt volna. Hát hol volt ez az update? Ja igen, át kell mennem a hidon mindenképp. Vagy ezen a szaron. És akkor utána le. Öcsém! Ami ész a tököm tudja hova. Ki fog fogyni az üzemanyagom? Jó lenne belehúzni. 13 liter. Ajja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 jj
Thing, de talán kicsit jó, dinamikusabban. Na, ez jó megpördített minket az a fa. Gyerekek, komolyan mit csinálok én? Várjátok, ló, difizár. Csak kéne mennem. Ja, hát egyébként ez nem rossz. Ez a nagyon jó kategória, inkább nem is azt mondom, hogy nem rossz. Úgyhogy mindjárt fölérünk innen talán. Az a baj, hogy kicsit azért lehet szenvedni. Meg az a baj, kezd éjszaka lenni, de nem tudom, hogy nem emlékszem rá, hogy mennyire ette az üzemanyagot. Na, följutunk innen? Oké, dobjunk egy... automatát. Dobtam egy rüggert, egy padlógázdát. Mi a szar van itt? Lejutok még végre arra a tutra? Jaj, de jó, hogy itt van valami, és ez fölkapja a kamerát. Baze, komolyan mondom, itt nem tudom, hogy át tudok-e menni, de talán. Itt van valami láthatatlan dolog. Úgyhogy... ki fog fogyni az üzemanyagom, amire végzek, vagy amire kijutok innen. Offroad az meg, mert az van, az a szemkére, paraszra nincs oka.
sikerélmény is egyébként kezd alakulni. Szívás, de azért még azon a határon vagyok, hogy inkább több a pozitív nekem legalábbis. Na aztán most adjunk neki, gyerekek. Van 9 literünk 40-ből. Mondjuk el kéne jutni. Áj, de jó, na! Lampácskot kapcsoljunk. Fordulj be! Basz. Nem akarok pörgetni időt. Nem tudom, nehogy véletlen valami gond legyen belőle. Egyébként ott fönn van a nap és ilyen izé van? Ilyen sötét? Érdekes. Jó, viszek én nektek. 9 liter 40-ből. Jobban fogy, amikor ugye offroadozok azért. És ez komoly. Nem is fordítottam arra a kormány. De ilyen olyanokat csinál aszfaltra ez a terepgubi. Itt is van valami task, jó van, ott rohadt meg. Meg akarom azt az upgrade-et szerezni. Biztos van, olyan járműhöz van, ami abszolút nem is kell. Na, mikor érek oda? Megjegyez, most bepörgetek majd az időbe, azt megjegyzem előtte, hogy hány liter van bennünk, aztán kiderül, hogy mi a szitu. Hol van az izé? What? Jó, hogy még olyan messze van. Végig kéne csurogni az úton, meg itt már azt hittem, hogy öröm van. De ugye a folyóra úgy jöttem át, hogy a sziklákon, abban nem biztatok mi? Hát abban én sem idéltek el, főleg amikor beesett a vízbe. És viszont az, hogy ilyen magasan szívfogy a tetőnél, azért amiatt úsztuk meg. Amiatt úsztuk meg, na itt is van az upgrade. Bocsa, sötét ér, de nem tényleg nem merek belepörgetni az idővel. Majd most kipróbáljuk. Oh. Ez is egy, mi ez? Összkerék meghajtás. Tracklist. Wide Western Star 49-60, mindegy vagy igazából mire, mert az jó lesz nekünk, várjátok. Na most nézzük egyet, 6 liter van benne. Nyomok egy másnap reggelig. 6 liter. Jó, akkor nem fogy. Oké, akkor belepörgethetek nyugodtan. Viszont ez baromi jó az a gép. Én úgy érzem, hogy a Chevy-vel azért nem nagyon keltünk volna át, hogy főleg azokon a köveken tudod. Úgyhogy az tényleg nem egy utolsó. Annyit kellene csinálni még, hogy akkor ezen a mapon, amit fel kellene szabadítani még. Úristen, most meg elforgattam. Hogy is voltunk? Gyárilag? Így. Igen, kicsit belekeveredtem. Itt is van egy upgrade. Ó, more! Viszont az ott van a garázsnál. Úgyhogy ezt meg tudom maga csinálni. Ja, itt a Chevy-vel is, hiszen itt fogyott ki az üzemanyagunk. Ja, jó van. De van viszont üzemanyag töltőállomásunk is egyébként. Oda mindenképp mindig be kell menni, arra most már tök rájöttem, hogy ez mindig. Hogyha úgy beesik, töltsd meg. Lehet, hogy 2 literen múlik. Úristen, de mennyi küldetés te. Na jó, elbúcsúzom, mert az megint, nem is tudom, hajnali áramban nem is tudok lefeküdni meló előtt. Köszönöm szépen a figyelmet, nagyon tetszik egyébként az egész. Elég ilyen... Nagyon beszippantós ez a játék. Na, sziasztok, jók legyetek!